A nyáron a fő figyelem ugyan a kazanyi magyar úszóparádéra összpontosult, de hát létezik hosszú katinka a debreceni sellő kiadásban is, három aranyérem, kettő világrekorddal a Kínában rendezett úszonyos úszó világbajnokságon. Hát Senászki Petra jó megverte a mezőnyt ismételtem, úgyhogy most vele beszélgetünk a legfrissebb sikerekről a vendégünk. Szia, jó reggelt! Kívánok. Jó reggelt. Hát igen, Petra, itt az előbb már beszéltük, hogy egy évvel ezelőtt voltál itt, akkor Ugye szintén világcsúcsokról, meg EB aranyesőről beszélgettünk. Lehet mondani, hogy azóta töretlen volt a fejlődés, és az azóta eltelt egy évben erre a világbajnokságra készültetek? Igen, természetesen minden évben a következő világversenyre készülünk fel, és, és nagyon jól sikerült tényleg most a, a, felkészülés. Már az évközben is éreztem, hogy nagyon, nagyon jó formában leszek ott a világbajnokságon, és, és nagyon örülök neki, hogy ez ki is jött. Na most ö, azt mondhatni, hogy te már ilyen rutinos európai világbajnokként érkeztél egy ilyen ö, újabb világbajnosságra. Ö, mennyiben más már a címek birtokosaként versengeni, tehát úgy, hogy a többiek akarnak téged megkóstolni, mint mondjuk még annak idején ifjú soronopályásként? Igen, ez, ez a pozíció is nehéz, amúgy egy kis teher azért nehezedik rám, de, de természetesen ez másfelől motivál is, hogy megtartsam ez, ezt az elsőbséget, és, és nagyon örülök neki, hogy ez tényleg mindig sikerül, és, és úgy állok oda rajthoz, hogy, hogy megint én szeretnék elsőnek célba érni. Úgyhogy minden évben megtalálom a saját motivációmat, és, és ez, ez mindig jól sikerül. Egyébként a ti műfajatokban mekkorát tud változni a mezőny, mondjuk ez, mi vegyük az elmúlt három-négy évet, szóval, hogy jönnek-e ismeretlen tehetségek és kihívók folyamatosan? Igen, előfordul természetesen. Valamikor nem olyan sikeresek, valamikor meglepőek, de, de én úgy gondolom, hogy mindenre fel tudunk készülni, tehát ha végig egy, egy, évet rendesen és felkészülök a versenyekre, akkor, akkor úgy gondolom, hogyha ott mindent kiadok a versenyem magamból, akkor hogyha megelőznek, én akkor is boldog vagyok, mert a legjobb időmet megúsztam. Na most ezt, ezt nem sikerült most senkinek, <laughs> mármint ezt az előzést összehozni. Hogyan terveztél előtte? Ha azt mondják, azt mondjátok, hogy két arany megvan nyakba akasztva, akkor már elégedett lettél volna? Igen, természetesen. A himnuszt mindenképpen meg szerettem volna hallgatni, úgyhogy aranyérmet mindenképpen szerettem volna. Ugye már az előző évben is ugye a két világcsúcsot én állítottam fel a 50 és a 100 méteren, úgyhogy mindenképpen szerettem volna ezt az időmet megjavítani, és úgy gondoltam, hogy, hogy az elég lesz az első helyre, úgyhogy sikerült is most vannak köztük, ugye a 50-100-200 méter vannak elvárt, magattól is elvárt aranyérmek, van mondhatjuk azt, hogy meglepetés is, ilyen szempontból melyik a legkülönlegesebb, a legkedvesebb, vagy a legváratlanabb az érmek közül? Hát igazából a, az aranyérmek az, közül. Az, igen, igen, az 50 méter, az ugye mindig egy kicsit kiszámíthatatlan, mert ugye az a legrövidebb, és a leggyorsabb, és a legapróságon múló kis szám, úgyhogy... Az, az mindig egy, egy olyan kérdéses kicsit. Hogyha éppen, hogy rosszul ugrok, bár rosszul uh, érkezik a, a kartempó akkor, akkor ezeken is múlhat az egész. De, de örülök neki, hogy ott is. Uh, ott, ott is majdnem két és fő, a, két, már három tizedet uh, tudtam javítani az előző időmben, úgyhogy, úgyhogy azon is meglepődtem, tehát az időeredmény volt inkább a meglepődés. A meglepődés, tehát nem, nem, igaz, nem is annyira a helyezés, hanem az időeredmény. Na most Én. ilyen Én. szempontból, a világrekordokat nézve, melyik számban van még szerinted a legtöbb tartalék benned? Ugye még itt lenne majd Igen. egy, egy hiányzó 200 méteres világrekord, igaz, Igen. amit Igen. meg kellene dönteni. Igen, azt, azt, mindenképpen szeretném majd a következő években. Én úgy gondolom, hogy az 50 és a 100 az azért is fontosabb, mert a két év múlva megrendezendő világjátékokon, ami Lengyelországban lesz, ott 50 és 100 méter lesz 28 gyors úszásban. úgyhogy én mindenképpen arra a készemre szeretnék rendesen felkészülni, emellett, hogy a 200 méter hogy sikerül, az, az, az már más kérdés, de én, én amúgy azt is szeretem az a versenyszámot, bár ott iszkolok a legjobban, mert az a leghosszabb. De, a leghosszabb de az, 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 az legjobban, az ugye így. az 50 méteres a legkiszámíthatatlanabb, é, igen, igen. mondjuk azt, hogy akkor a száz a, száz, a kedvenced? Száz, igen, igen, azt mondom, hogy a száz az a kedvencem, azt mondhatom annak. Az, az úgy minden szempontból megfelelő. Avasd be minket, hogy mi az az úszás technikai részlet, ami ennyire tehetségesé vagy kiemelkedővé tesz és tettéged ebben a, ebben az uszonyos műfajban, szóval miben vagy, most a szorgalmat hagyjuk, tehát tényleg technikailag, fizikailag, uh -huh. adottságban egyáltalán olyan jó, ami, ami ezt az előnyt egyelőre biztosítja számodra a mezőnyben? Hát, mindenképpen számít az, hogy magas vagyok, tehát a fizikai szempontból azért egy kis előnyt jelent, de, de a felkészülés azért az, a, az, a, az adja a legtöbb, erőt, tehát én úgy gondolom, hogy ha rendesen edzésre járok, és, és van kellő motivációm, akkor, akkor, ez, akkor bármit meg lehet oldani, és, és, nekem azért is van, mert nagyon szeretem ezt a sportágat, és nagyon, nagyon imádok, imádok úszni, úgyhogy mindenképpen ezt gondolom annak, hogy, hogy ez egy olyan belső erőt ad, amikor, ami, visz előre minden évben. Na ez az, tehát, hogy úszonyjal úszni, vagy anélkül téged <laughs> Egyáltalán nem zavar, hogy ugye a világjátékot említetted, hogy nem olimpiai sportág versenyzőjeként nem jut rád annyi figyelem óhatatlanul, tehát hogy most azt mondtam, hogy hogy a selős hosszú katinka, és sok értelemben áll a párhuzam, de hát nincs ebben egy hírnévféltékenység. Gyurta erre, hosszú katinkára hatalmas eredményeket produkálsz. Igen, mostanában azért nagyon sok médiában megjelentünk, főleg most a kínai VB az nagyon népszerű volt, és nagyon, is, nagyon örültem neki, még mindig megkeresnek különböző újságoktól, és, és, én úgy gondolom, hogy egyre jobban, egyre több figyelmet kapunk itthon is, és, és remélem, hogy ez az olimpiai, nem olimpiai sportág közötti különbség, ez, ez, egy, ez valamennyire le fog csökkenni, mert mert úgy gondolom, hogy mi is mindent megteszünk azért, hogy ugye rendesen edzünk, ugyanannyi energiát belefektetünk, hát az más kérdés, hogy mi ezért nem kapunk anyagi Na, no, ez az, amit akarok kérdezni. Ugye említett úszósztárok súlyos 10, sőt, akár 100 milliókat is keresnek, mm. nyernek a pénzdias mm. versenyeken, a medálok dicsőségén túl. Igen. Na, de mi a helyzet nálatok? Tehát te hogyan élsz amellett, hogy habzsolod és halmozod az aranyérmeket? Én Mennyi ezért a jutalom érmenként? Egy-egy válveregetés? Hát természetesen a, a lelki, tehát az elismerés így az emberektől az, az is nagy energiát és, és nagyon jó, jó esik, hogy, hogy mindenki gratulál és, és, és tényleg figyelemmel követik a versenyeket. Emellett én Debrecen Egyetemen tanulok biológia szakon, úgyhogy egyetemista vagyok, igazából azt mondhatom, hogy az egyetem sokban támogat, meg ugye természetesen a MOL, meg, meg más különböző cégek, de ez de hát még úgy, úgy, úgy próbálgatjuk, hát ha, hát ha majd a város is egy kicsit, vagy esetleg Tehát vagy ebben még állam, benne lehet, tehát... bocsáss hogy Petra, benne lehet szerinted a te pályafutásodban egy olyan profizmus, mint az említett úszóknál, mármint, hogy nem olyan összegek mellett, de én életvitelben én... az, hogy csak ezzel kelljen foglalkoznod. Igen, hát remélem, hogy egyszer odaig is eljutunk, és mindenképpen... Az is, az is az egyik uh, fő motivációm, hogy minél többen megismerjék ezt a sportágat és uh, népszerűsítsem, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek azért lesz ilyen hatása is. De, és Debrecen mindörökké. <síns> igen, igen, Tehát ebben szintes. a klubban innen te nem akarnál is sehova? Nem igazán, nálunk nem, nem, nincs ilyen, hogy ide-oda járkálunk igazából, nem, nem is nagyon tehetném meg, meg én, én nagyon szeretek ott edzeni, abban a csapatban, abban a környezetben, tehát tehát azért ők is nagyon sokat segítenek, ugye a Gergő a csapattársam, az edzőm Kokai Dávid, tehát ők mindenképpen, nélkülük nem is tudnék szerintem ilyen eredményeket elérni. Hát akkor Petra, gratulálunk, és akkor fel a világjátékokra, köszönöm ahol szépen. ugye újabb érmeket szeretnél és kellene nyerni. Így köszönöm. Legyen. köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.